Sziasztok, Kongfan vagyok, ez itt a Geek Ember. A mai könyvbemutatóban az Érkezés, élete, története és más novellák című könyvet fogom bemutatni. Ez egy 8 történetet tartalmazó sci-fi novellás kötet. A szerző Ted Chen ugyan diplomás, de számítástechnikai szakember és nem író a végzettsége. Ez egyébként meg is látszik a történetein. Na nem azért, mert rosszak lennének, erről szó sincs. Csak nincsenek részletes leírások például. Nem írja le, hogy egy szereplőnek hogy áll a haja, milyen színű a cipőfűzője, kopott-e a gatyája és hasonlók. Chen csak a sztorira és annak gondolatiságára koncentrál, nem magyaráz el egy-egy karaktert oldalakon keresztül. Ez lehet, hogy sokakat zavarni fog, hiszen a könyvnek pont az lenne a lényege, hogy olyan dolgokat is leír, amiket például egy filmben vagy sorozatban nagyon nehezen lehetne érzékeltetni. Nekem is eléggé fura volt eleinte, de hamar hozzászoktam. Chennek ilyen stílusa van, lényegre törő, egyszerűen és érthetően fogalmaz. Nagyon fontos neki az, hogy olyan közös nyelvet építsen ki az olvasóval, amivel könnyen megértik egymást. A közös nyelv megtalálása a novellái történeteiben is felfelbukkannak. Majd meglátjátok. A könnyű nyelvezet miatt pedig meglehetősen gyorsan végig lehet pörgetni a sztorikat. És akkor a történetek. Ahogy mondtam, 8 novellát tartalmaz a kötet, és mindegyik sci-fi, de maguk az alapötletek eléggé hajmeresztőek. Itt-ott már fantasybe hajlanak, de pont annyit magyaráz el mindig az adott világ szabályairól, hogy az mégis megmarad a sci-fi zsánerben. Az egyik történetben például angyalok grasszálnak, és mindenki azt kutatja, hogy mit kellene tennie ahhoz, hogy az angyalok felvigyék a mennybe. Ugyanis tudományosan bizonyítva van a menny, az angyalok és Isten létezése. Azért hoztam fel pont ezt példának, mert ez szerintem a legvadabb történet a kötetben. És hasonlóan kreatív, sablonoktól mentes alapszituációkkal bír a többi történet is. Egy történetet kivéve mind képes volt arra, hogy belegondoljak, milyen is lenne ezekben a világokban élni. Hogyan is működhetne ez? Volt amelyik történeten napokig filóztam. Talán ez ennek a novellás kötetnek a legnagyobb erénye, hogy gondolkodásra késztet. Ez a tevékenység manapság pedig, hát, nem túl divatos. Többféle témát is érintenek a történetek. Ahogy már korábban is mondtam, a kommunikáció fontos Chen számára. Ezzel foglalkozik rögtön az első történet, a Bábel tornya, ami az ismert bibliai történet egy meglehetősen sajátos értelmezése. Nagyon fura olvasmány egy olyan mindfuck csavarral a végén, amivel én nem igazán tudtam mihez kezdeni, de az biztos, hogy egy érdekes sztori volt. Az Értsd meg című novellában egy súlyos agykárosodást szenvedő emberen próbálnak ki egy új kezelést, ami visszaállítja az elhalt idegpályákat. Ezzel újra képes lesz emberünk járni, kommunikálni és hasonlók. Mellékhatásként azonban újabb idegpályák is keletkeznek a férfiban, és egy szuperintelligens lény lesz belőle. Talán ezt a történetet élveztem a legjobban. Nagyon jó sodrása volt, és ebbe a helyzetbe tudtam a legkönnyebben beleélni magam. Aztán ott van a nullával való osztás. Itt betekinthetünk egy házasságba, ahol az asszony egy matematikus és totálisan beleőrült, hogy egy matematikai egyenletnek két lehetséges megoldása is van. Hiába ellenőrzi vissza újra és újra. Őszintén szólva szerintem ez egy ordas nagy baromság volt. Ráadásul 22 oldal az egész, tehát még az író is érezte, hogy ezzel fölösleges tökölni. Nem tudtam átérezni ezt a drámát, nekem minden egyes matematika óra ezzel telt, hogy soha nem jött ki ugyanaz a végeredmény. A negyedik novella az életed története. Ez a kötet címadó sztoria, nem véletlenül. Ez a legkidolgozottabb, leghosszabb, és talán ennek van a legfontosabb üzenete. Az, hogy az élőlényeknek kommunikálniuk kell. Mindennek ez az alapja. A kommunikáció megértéshez vezet, a megértéssel pedig elkerülhető például az is, hogy egy békés földönkívüli űrhajót ne lőjenek szarrá rakétákkal. Ebben a történetben ugyanis ez történik. Néhány űrhajó megérkezik a Földre, de nem csinálnak semmit. Nem fenyegetnek kiirtással, nem jönnek elő belőle világító újú idegenek, sem tojásokat rakó dupla állkapcsú banánfejű tökéletes gyilkológépek. Csak beszélni szeretnének egy másik fajjal. Ha ez esetleg ismerős, az nem véletlen. Denis Villeneuve 2016-ban forgatott belőle filmet Érkezés címmel. És az utóbbi évek, de talán a valaha készült egyik legjobb sci-fi tette le az asztalra, a francia-kanadai rendező. Ha rám hallgattok, először a filmet nézitek meg, mert ott az egész egy nagy fordulatban csúcsosodik ki,
ami borzasztóan intim, lélekgyilkoló, de valahol mégis felemelő. Ezt a fordulatot igazából a könyv már a kezdet-kezdetén ellövi, nem ezen van a súlypont. Viszont a könyv sokkal jobban belemászik az idegenekkel való kommunikáció mienségébe. Ez a filmben egy idő után háttérbe szorult és jobban foglalkozott a szereplőkkel. A 62 betű című sztoriban néhány tudós rájön, hogy az emberiség szaporodó képessége kezd elhalni. Néhány generáción belül nemzőképtelen emberek fognak születni, ami a faj teljes kihalásához fog vezetni. Itt pedig a zsidó hitvilágon felbukkanó gólemteremtést hozza be az író, mint tudományos megoldás. Tudom, ez eléggé furán hangzik, de leírva nagyon jól működik, és igencsak jól ki van találva. Az emberi tudomány fejlődése a legrövidebb történet, csupán 4 oldal az egész. És arról szól, hogy mi értelme van újabb és újabb tudósokat kinevelni, és egyáltalán mi szerepük a világban. Hiszen már olyan dolgokat kutatnak, amik az átlag emberek számára már teljesen felfoghatatlanok. Így azok publikálása is teljesen értelmét vesztette. Szerintem ebben a témában több kraft lenne 4 oldalnál. Sajnáltam, hogy ennyivel el lett intézve a dolog. A pokol, mint Isten hiánya a korábban említett angyalos történet, úgyhogy ezzel most nem foglalkoznék újra. Az utolsó történet a szépségvakság. Ebben a világban az emberek ki tudják kapcsolni az agyuknak azt a részét, ami a szépséget érzékeli. Így például, ha egy ronda énekesnő ad elő egy csodaszép dalt, nem befolyásol a személy kinézete. Jónak hangzik, nem? Igen ám, de mi van azokkal, akik például lehetnének szépségkirálynők vagy valami reklámarcok? Hiszen ők így pontosan ugyanolyan hátrányba kerülnek, mint korábban mások. Tényleg az a megoldás, hogy kiírtjuk a szépséget, hogy mások jobban érezzék magukat? Újabb remek gondolat egy újabb remek történetben. Ráadásul az egész úgy van megírva és megszerkesztve, mintha valami dokumentumműsort néznél. Remek darab. A magyar kiadás egyszerű, puha fedeles verzió. Nagyon jó fordítással. És ez is filmes borítóval jött ki, mint a Wall Street farkasa, amiket én általában nem szeretek, de ez pont az a kivétel, ami erősíti a szabályt. Hiszen bármi, ami az érkezés filmből származik, az gyakorlatilag borítóra tehető, annyira gyönyörű a fényképezése a filmnek. Meg hát, Amy Adams-et ki nem akarja nézegetni. Egyébként azóta kiadtak másik borítóval, ami szintén filmes, és az is nagyon jól néz ki. Az életet története és más novellák egy rendkívül egyedi, igazából semmihez sem hasonlítható sci-fi novellás gyűjtemény. Nem tudnám megmondani, hogy pontosan kinek is ajánlható, de ha valamelyik történet felkeltette az érdeklődésedet, szerintem érdemes próbát tenni vele. Mivel egyik történet sem túl hosszú, és ha esetleg valamelyik nem is tetszik, mi mindig ott van 7 másik, amire rákukkanthatsz. És talán ott fogod megtalálni a számításaidat. Annyi biztos, hogy ezek után Tetchentől minden más történetet el akarok olvasni, ami csak megjelenik magyarul. Azóta kijött egy újabb novellás kötete, a Kilégzés. Már szemezek vele. Ha tetszett a videó, oszd meg és lájkold. A leírásban ott van a Facebook és Twitter elérhetőségem. Hamarosan egy újabb videóval jelentkezem, addig is sziasztok!